A fesztiválra 20 kórus és 10 szólista nevezett be. Vajdaság mellett Magyarországról is érkeztek fellépők a rendezvényre. A résztvevők szakmai zsűri előtt mutathatták meg tudásukat. Három szintű a minősítő, térségi, országos és országos népzenei gála szintű minősítő van. A térségén lehet elérni a dicséretes, kiváló fokozatokat, amivel tovább lehet jutni az országosra. Az országoson bronz, ezüst, arany és a legaranyosabbak, a legjobbak, ugye, az aranypáva országos fokozatot érhetik el, és ezt a csókaiak közül több csoport is többször teljesítette már. A csókára érkezett fellépők igyekeztek a nekik legjobb népdal összeállítást bemutatni, amelynek előadásával kiérdemelhetik a zsűri elismerését. Vajdasági dalokkal készültünk már, ez a csokor az egyik kedvencünk, úgyhogy és sok szeretettel szeretjük előadni. A találkozón magyarországi csoportok is bemutatkoztak, a népdal csokrokon kívül saját tájegységük néphagyományait mutatták be a közönségnek és a zsűrinek. Ez az öltözékünk, ez hűen tükrözi a sáréti pásztor viseletet, és ennek különböző funkciói vannak, mert tehát én most fehérbe vagyok, ez a gulyásoknak az öltözete volt. A szakmai értékelést követően köztéri felvonulás és második Rákóczi Ferenc szobrának megkoszorúzása következett.